Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Kárpáti Sándor emléke előtti tisztelgés, táblával és emlékszobával gazdagodott a Kárpáti Malom. Élménydús program, Ukrajnából menekült gyerekek táboroznak a héten Sopronban. Elismerés, a megye díszpolgára kék szalag kitüntetést vehetett át Virtl Mátyás, Sopron és térsége korábbi országgyűlési képviselője. 150 évvel ezelőtt született Kárpáti Sándor zeneszerző Kőszegen. Sopronban a tanítóképzőben lett zenetanár, feleségül vette a Kárpáti Malom tulajdonosát, mely Bánfalva egyik éke. A zeneszerző tiszteletére emlékszobát és emléktáblát avattak szombaton. Szalagátvágással avatták fel Kárpáti Sándor emlékszobáját a Kárpáti Malomban. A Malom csodálatos környezetében számos zeneművet komponált, és művész barátaival egy valóságos kulturális központot hoztak itt létre. A most átadott emlékszobában a dédelgetett emléktárgyak kaptak helyet, mondta el a zeneszerző unokája, dr. Kárpáti György. Az ő cvikkere, a hangvilája, a karmesteri pálcája, egyéb olyan dokumentumok, amik az ő tevékenységét mutatják. Kézzel írott kottái, ami gyakorlatilag szemet gyönyörködtető, nem csak tartalminak, hanem ránézésre grafikailag is egy csodálatos valami. És hát az a jó egyébként, hogy Kőszegen is nagyon ápolják a nagyapámnak az emlékét, is ott született. Ezt az évet Kőszegen Kárpáti Sándor emlékévnek nyilvánították, és itt gyakorlatilag Sopronban most tavasszal bemutatták a Soproni Színház az Árgyilos és Tündér Ilona című táncjátékát. Kőszegen volt egy nagyszabású koncert, amit látható éppen a monitoron, a Feltámadás című oratóriumát mutatták be. Úgy tűnik, hogy beérik a gyümölcs, és a nagyapámnak az a vágya, hogy eljön majd az én időm, ezt az élete alkonyán mondta, ez most egy beteljesedni látszik, hiszen egyre inkább felszínre kerül, és egyre inkább műsorra kerül. Azok a művek, amiket ő nem túl hosszú élete folyamán alkotott. A Malom homlokzatára emléktábla is került, melyet a Kárpáti család a Soproni Városszépítő Egyesülettel közösen helyeztetett el. Amikor a Soproni Szemlébe egy-egy személlyel interjút, vagy éppen az ősökről egy-egy cikk jelenik meg, akkor kapjuk a legtöbb visszajelzést, nagy az érdeklődés. Mondhatom azt, hogy ebben az esetben is várható, és hát más körülmény még inkább, hogy egy szinte mondhatom egy kulturális hely, alakul itt, alakuló félben van, és itt egy emlékhelyet állítani a valamikori Malom tulajdonosnak, zeneszerzőnek, aki 150 éve ezelőtt született, ez egy nagyon felemelő érzés. Az elnökségünk nagyon gyorsan határozott és támogatta a kezdeményezést, amit a Kárpáti család indított el. Az ünnepségen Perkovács Tamás, a Városszépítő Egyesület alelnöke idézte fel a Malom felújításának történetét, valamint Terplán Zoltán, Kőszeg alpolgármester is elmondta a üdvözlő gondolatait. A Soproni önkormányzatot Mágel Ágost önkormányzati képviselő képviselte. Emeli a városrésznek a úgyis úgy nagyon-nagyon értékes színfoltjait egy újabbal, egy olyan idegenforgalmi látnivalóval is gazdagodik a város, ami működőképes, ahol valóban fölidézhetjük a régmúlt történéseit. A Malomban az ünnepség részeként a kőszegi vonósok adtak koncertet a szerzőműveiből. Ukrajnából menekült gyerekek táboroznak a héten Sopronban az Age of Hope alapítvány szervezésében. A sokszínű program megvalósulását a Soproni Árvácska alapítvány is felkarolta. A gyerekek kedden a Lenk Villa titkait ismerhették meg. Csak picike módokat látunk, amiket ez a Kádár készített. Izgalmas tárlatvezetés várta a Lenk Villában az Ukrajnából menekült gyerekeket a soproni táborozás második napján. A nehéz körülmények közül érkező gyerekek számára nagyon fontosak azok az élmények, amelyek segítenek az őket ért trauma feldolgozásában, ezt vallják a szervezők. A táborozók a soproni Cseresznyevirág gyermekotthonban szállnak meg.
A héten sokszínű program várja a táborozókat. Itt vagyunk a Lenkvillában, amit még én sem láttam soproniként, úgyhogy nekem nagyon tetszik, remélem, hogy nekik is. Sopronban rengeteg mindent lehet csinálni, hát az idő, az időjárás az úgy néz ki, hogy strandolni sokat nem fogunk, de menjünk például lovagolni, menjünk majd a Halandparkba, Lőverekbe, Károly kilátó, Tűztoronyban már tegnap volt a csoport, úgyhogy még Barlangszínházba is fogunk menni, úgyhogy eltöltjük ezt a pár napot. Az Age of Hope gyermekvédelmi alapítvány 10. éve segíti a hátrányos helyzetű gyermekeket és családjaikat, jószolgálati tevékenységük szerteágazó. Igen, egy 3-400 gyermeket tudtunk táboroztatni, gyermekvédelmi intézményben élő, illetve hátrányos helyzetű településén élő gyerekek voltak ők. Jóval több tábort szerettünk volna, de inkább szakmai okok miatt kerültek lemondásra. Tehát amikor tényleg megvan a pénz, fegyver, paripa, és kolléga nincs, aki vigye, vagy affinitás nincs hozzá, akkor egy kicsit is szomorú vagyok miatt. Tehát jóval több gyereket tudtunk volna táboroztatni idén nyáron, de ezek is szép számok. Idén is, hogy minden évben 3-400 gyereket fogunk segíteni a iskolakezdésben. Erre már kezdtük a bevásárlást, Borsod megyei falvak és gyermekvédelmi intézmények lakói fogják megkapni a tanszereket, és készülünk egy nagyon-nagyon kemény térre. Az alapítvány az 1000 gyermek karácsonya kampány keretében évek óta több mint 1000 rászoruló gyermeket lep meg karácsonyi ajándékkal, januárban pedig több millió forint értékben vásárolnak tartós élelmiszereket, amellyel több száz családnak tudnak segítséget nyújtani. Györmoson Sopron megye díszpolgára kékszalag kitüntető címet vehetett át Pirtlu Mátyás, Sopron és térsége korábbi országgyűlési képviselője. Az önkormányzat díszközgyűlésén adták át a megye legrangosabb kitüntetéseit. A Györmoson Sopron megyei önkormányzat díszközgyűlésen emlékezett meg Szent István királyról és a magyar államalapításról. Az Eszterházi palotában megtartott ünnepségen átadták a megye legrangosabb kitüntetéseit. Ünnepi beszédében Fértő Mátyás, a megyei közgyűlés korábbi elnöke, méltatta a Szent István államalkotó tevékenységét, melynek köszönhetően 1000 év elmúltával is itt élhetünk a Kárpát-medencében. Ezen a napon minden magyart megérint a szent örökség, hogy keresztény magyarokként történelmi küldetésünk van, közösségként és egyénenként. A történelmi küldetés érvényesítése annak az értékrendnek, amely a magyar álomeszme folytonosságát 1000 éven át megtartotta úgy, hogy az végzetes csapások közepette és annak ellenére is fennáll és működik. Ez a hitünk szerinti Isten rendelési által Szent Istváni mű. Múlt, jelen és jövendő magyarjainak közös műve. Egyidejűleg elrendelés és történelmi szükségszerűség a földiek érdeke és az égiek akarata szerint. Fértl Mátyás Györmoson-Sopron megye díszpolgára kékszallag kitüntető címet vehetett át. A díjazott 12 éven át volt a megyei önkormányzat alelnöke, 2005 és 2018 között pedig Sopron országgyűlési képviselője is. Az indoklás szerint ez idő alatt elhivatottan teljesítette a rábízott feladatokat, a szociális területet felügyelő tisztségviselőként jó szívvel és elszánt tenni akarással fordult az elesettek felé. Meghatározó szerepe volt a régió és a területfejlesztésben, az infrastruktúrális lehetőségek megteremtésében, az uniós szakmapolitikai munkában. Horvát nemzetiségüként támogatta a nemzetiségeket identitásuk megőrzésében, kultúrájuk és hagyományaik ápolásában. A Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai kara második alkalommal tart nyári továbbképzést a Romániai Pedagógusok Szövetségével közösen. Az ötnapos képzésen változatos elméleti és gyakorlati oktatással fogadják a résztvevőket. A Soproni Egyetem zöld egyetemként elkötelezett abban, hogy a fenntartható környezetet már az oktatási szintére is elvigye, ezért a Benedek Elek pedagógiai kar idén továbbképzést hirdetett a témában határon túli magyar pedagógusok számára. Dr. Hard Éva, a program szakmai vezetője köszöntötte a résztvevőket és ismertette a heti programot. A Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai kar számára nagy öröm, hogy a tavalyi fejlesztő pedagógia témakörben megtartott határon túli pedagógusok számára szóló továbbképzést idén 2022-ben is folytathatja. A téma ebben az évben a fenntarthatóság, környezeti nevelés, erdőpedagógia köré csoportosul. Azért is nagy öröm számunkra, mert a határon túli pedagógusok képzésének
gyerek ügye már az 1990-es évek óta szívügye a Benedek Elek pedagógiai karnak. Elődeink és kollégáink is nagyon sokat dolgoztak azért, hogy szakmai tartalmakkal, szabadidős és kulturális programokkal segíthessük a határon túli pedagógusok fejlődését. A képzés célja a pedagógusok számára új elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a 21. század kihívásainak megfelelően, bemutatni az erdő- és környezetpedagógia korszerű természeti tanulási alapjait. A képzés során a hallgatók szakmai kurzusokon vehetnek részt, összesen 30 órás képzéssel várjuk őket, tanúsítvánnyal zárul, és a tartalmak között például az erdőpedagógiával ismerkedhetnek, a magyarországi zöldovodák rendszerét, a kritériumokat ismerhetik meg, a fenntarthatóság kérdéskörét, a művészetek és a természet kapcsolatát, vagy akár a saját témámat, ha említhetem, a projektpedagógia természetben című kurzuson is részt vehetnek. Az idei képzésre 25-en jelentkeztek, többségében Erdélyből, de érkeztek pedagógusok Délvidékről, Kárpátaljáról és Felvidékről is. Elsősorban azt várom, hogy ötleteket kapjak arra, hogy hogyan lehet óvodás szinten megvalósítani a környezettudatos nevelést, egy környezettudatos életforma kialakítását. Tehát ehhez várok én ötleteket ettől a képzéstől. A résztvevők a hét során ellátogatnak a botanikus kertbe, az erdőházába, a Kőhalmi Vadászati Múzeumba is, ismerkednek Sopron nevezetességeivel is, és borkóstolón is részt vesznek. Teltházas koncertet adott a Fertőrákosi Barlang Színházban Péter Bence, világhírű zongorista és a Győri Filharmonikus Zenekar szombaton. A világpremiernek számító Est a határok nélkül címet kapta, mely utal a pán-európai piknik évfordulójára, de arra is, hogy a zene nem ismer határokat. Zsúfolásig megtelt a nézőtér a Barlang Színház különleges akusztikájú termében, ahol olyan nagy sikerű filmek zenéi is felcsendültek, mint a Star Wars, a Karib-tenger kalózai vagy a Harry Potter. A zongora művész a világ legnagyobb színpadain lépett már fel, azonban szimfonikus zenekarral ilyen formában még nem lépett színpadra. Ráadásul ez egy nagyon különleges alkalom, mert nem a hagyományos szóló zongora koncertshowmat hoztuk el, hanem ez egy ilyen teljesen új projekt, ami nagyon izgalmas, és reméljük, hogy hosszú távú is, mégpedig zongora és szimfonikus zenekar. Úgyhogy ez ilyen szempontból akár világpremiernek is mondható, rengeteget dolgoztunk az átiratokon. A koncertanyagot azt nagyjából így sikerült átültetni zongora és zenekarra, úgyhogy ez ettől lesz most különleges, illetve izgalmas. Péter Bence igazán népszerű akkor lett, amikor ismert dalokat egy 100 zongorával különleges formátumban dolgozott fel, és a videó megosztón több mint 51 millióan hallgatták meg. Amerikában, Kínában, Franciaországban, Németországban és a világ számos területén koncertezett már, itthon azonban ritkán lép színpadra. Ezért volt különleges a Barlang Színházi koncert, ahol saját szerzeményét is meghallgathatta a közönség, és óriási ovációval hálálta meg. A győri szimfonikusokkal egy olyan hangzásvilágot hoztak létre, amely valóban ledöntötte a határokat. Egyrészt a zenei stílusok közti határ lebontás, ami elég régóta egy ilyen misszióm. Pontosan azért, mert egy klasszikus környezetből jöttem, tehát klasszikus zenét tanultam, de aztán elkerültem a Bostoni Berkeley-re, ahol viszont populáris zenét, filmzenét, egyébként filmzene szakra jártam, és így a filmzene egyébként egy tök jó kapocs, ugye a klasszikus zene és a hát, hogy mondjam, a ismerősen csengő, populárisabb dallamok közt, és ezek a úgymond hidak lebontása így és az átjárhatóság a különböző zenei műfajok között. Péter Bence amellett, hogy világhírű zongorista, zeneszerző és zenei producer, 2012-ben világrekordot döntött, amikor egy perc alatt 765 hangot szólaltatott meg egy zongorán. Ezzel a teljesítménnyel bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Jótékonysági kerékpártúrát szervezett a hétvégén a Rotary Klub Sopron Pannónia. A résztvevők egy mozgáskorlátozott gyermekek által is használható játszótér támogatásáért tekertek 47 kilométert a Fertő partján. A jótékonysági kerékpártúrán 7 Rotary Klub vett részt az ország minden tájáról. A Rotary Klub Sopron Pannónia több mint 10 sportos tagja is letekerte a közel fél száz kilométert.
Változó a felkészültség, ezért is van, aki e-bike-a, van pedig a saját kerékpárjával teker. Hát úgy szerveztük a túrát, hogy könnyebb részek is vannak, vannak nehezebb részek is benne. Hát majd meglátjuk, hogy ki mennyire fogja bírni, de azért sok pihenőt beiktattunk, hogy legyen idő regenerálódni is. Összesen mintegy 30 fős társaság gurult át Ausztriába Rusztra, majd vissza Fertőrákosra, a nap végén pedig nagyszerű maradandó élményekkel gazdagodva érkeztek vissza Sopronba. Mindezzel egy mozgáskorlátozott gyermekek által is használható játszóteret támogattak a sportemberek. Szerdán már több napsütésre számíthatunk, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk vendége Molnár Sándor, a Soproni Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetője lesz, majd a Közért című műsort láthatják, amely az aszályos időszak hatásait mutatja be. Kedves nézőink, a Sopron Televízió keddi híradóját látták, műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán már több napsütésre számíthatunk 27 fokos csúcshőmérséklettel. Csütörtökön elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Pénteken ismét naposra fordul időjárásunk, a csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul.